Sziasztok, Pickó Kati vagyok, pszichiáter, coach, tréner, és köszöntelek Szeretett Kertés sorozatunkban. Ez a sorozat azért jött létre, hogy hogyan tudjuk minél konstruktívabban, építőbb módon kezelni a konfliktusainkat. Amiről ma beszélni fogunk, mit jelent a tűz megelőző, és mit jelent a tűzoltó üzemmód. Méghozzá a mai sorozatunkban elsősorban a tűzoltásról beszélünk. Azaz, mit tehetünk akkor, amikor valami olyasmi fordul elő, ami nekem nem tetszik, amivel nem értek egyet, ami bánt, ami rosszul esik. Ezt tapasztalom a másik viselkedésében. Az előző részekben megnéztük, hogy először dolgunk a saját érzésünkkel van, hogyan tudjuk saját magunkat egy tárgyilagos állapotba hozni. Mi az, amire tulajdonképpen vágyunk? Ez az egyik legfontosabb rész, hogy felismerjük saját szükségleteinket, saját érzéseinket. Ezután folytathatjuk azzal, hogy hogyan tudjuk a másik érzéseit kezelni, hogyan tudunk mellé állni, hogyan tudom elismerni azt, ami az ő szempontrendszere, az ő érzése, az ő szükséglete, vagy akár hogyan tudom elismerni a tényeket, mit tudok mondani. Tehát elismerés és empátia, amivel a másik érzését tudom kezelni. Ezután kerülhet sor magára az ügyre. Ugyanakkor ezzel együtt, másrészről, ezek az olyan mellérendelő kötőszavak, amivel nem gerjesztek újra konfliktust, tehát nem azt mondom, hogy azonban, de viszont. És ezután jön maga az ügy. Az az ügy, amit tűzoltó üzemmódban azt mondhatom, hogy abban a pillanatban tapasztalok. Akkor éppen valami neheztelés van bennem, vagy az is lehet, hogy akkor éppen nem tudok szólni, de nem szeretném tovább cipelni ezeket a negatív érzéseket, és valamennyi idő múlva hozom szóba. Tűzoltó üzemmódnál, tehát elmondhatom azt, ami zavar. Például elmondhatom azt, hogy mondjuk megbeszéltük, hogy 6 órára hazajössz, és 7 óra van. Elmondhatom a saját érzéseimet, elmondhatom, hogy engem ez zavar, de kifejezhetem úgy is, hogy pipa vagyok, vagy kifejezhetem akár úgy is, hogy ha nagyon feszült vagyok, hogy baromi pipa vagyok, tele van a hócipőm. Elmondom azt, hogy mire lenne szükségem. Szükségem van a kiszámíthatóságra, a biztonságra. És ezután következik a kérés, kérlek, legközelebb, ha késel, akkor szólj, vagy próbálj meg időben hazaérni. Ez tehát a tűzoltó üzemmód, amit használhatok olyankor, hogyha valami egyszer fordul elő. Elmondom a tényeket, az érzésemet, a szükségletemet, és kérek. Mindez Marshall Rosenbergnek a zsiráfnyelv modellje. Legközelebbi Szeretett Kertész kis videónkban pedig megbeszéljük azt, hogy mi van akkor, hogyha valami rendszeresen előfordul, hogyha többször ismétlődik. Mit jelent a tűzmegelőző üzemmód? Köszönöm, hogy velem voltál, folytatjuk Szeretett Kertész sorozatunkat.